Országgyűlési képviselőknek nyílt iroda. A helyiséget kormányzati pénzből alakították ki. Először állítottak karácsonyfát Kertvárosban. Szombat délelőtt várják a gyerekeket díszítésre. Kísérletekkel versenyeztek a fiatal fizikusok. Vermes Miklós Kossuth-díjas fizikatanárra emlékeztek. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják, ez a Pont ma, december 5-én, pénteken. A mindenkori országgyűlési képviselőknek nyílt iroda. A helység a Jókai tér 2-es szám alatt található. A város polgárai naponta 9-től 5-ig kereshetik fel az iroda munkatársait ügyes-bajos dolgaikkal. A modern, de egyszerű irodát kormányzati pénzből alakították ki. Pécs városában. Így néz ki a Jókai tér 2-ben az országban elsőként és egyedülálló módon újonnan megnyílt képviselői iroda. Ezek a helységek a mindenkori országgyűlési képviselők munkáját segítik majd. Az ilyen irodák struktúrája most alakul ki országosan. A pécsi irodát a Fidesz-KDNP két pécsi parlamenti képviselője nyitotta meg, Csizi Péter és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár. Csizi Péter országgyűlési képviselő elmondta, személyesen is tartanak majd fogadóórát. A nyitvatartási idő nagy részében munkatársaik fogadják a panasszal hozzájuk fordulókat. Nekik, illetve ahhoz a polgármesteri hivatali szervhez vagy önkormányzati céghez juttatják el a problémás kérdéseket, ahol majd megoldást találnak az esetekre. Minden bejelentésre válaszolni fognak. Ez az iroda ne csak száraz ügyintéző hely legyen, hanem mint közösségi tér, párbeszéd szinteréül is szolgáljon. Mint például kulturális rendezvények, kiállítások helyszíneként is funkcionáljon. Van a város vezetésének helye, az a polgármesteri hivatal. Van a megye vezetésének is külön helye, az a megyei önkormányzat épülete. Most már a kormányhivatalnak is önálló közjogi funkciója van. Mivel a parlamenti képviseletnek is van különálló közjogi feladata, ezért mindenképpen indokolt volt ezt az irodát létrehozni. Azt gondolom, hogy mostantól, hogyha a városba érkezik valamilyen közjogi méltóság, valamilyen befektetői csoport, vagy valakik, akik a várossal ismerkedni kívánnak, akkor először mennek a városházára, ahol a polgármesteri hivatalban a polgármesterrel találkozhatnak, majd átsétálnak a parlamenti képviselő irodába, ahol a parlamenti képviselettel rendelkező képviselőkkel fognak tudni tárgyalni. A város polgárai naponta 9-től 5-ig kereshetik fel az iroda munkatársait ügyes-bajos dolgaikkal. A képviselők elsősorban pénteken tartózkodnak majd az irodában. Célszerű előzetesen bejelentkezni. Hasonló iroda még nem nyílt az országban, ezért a pécsi működése példaértékű lehet. Szent Borbála a kohászok és bányászok védőszentjének ünnepén azokra az emberekre emlékezünk, akik munkájuk során életüket kockáztatták, vagy szolgálatuk közben életüket vesztették. De idén nem csak megemlékezéseket tartottak Pécsett, hanem ünneplés is volt egyben, hiszen épp aznap nyitott újra a pécs-vasasi külszíni fejtés, illetve szeptemberben újra nyitotta kapuit a komlói vájáriskola. A Pécs gyárvárosi munkás Szent József katolikus templomban ünnepi szentmise keretében áldották meg azt a Szent Borbála szobrot, amit Hoppál Péter pécsi országgyűlési képviselő magánszemélyként adományozott a templomnak. Először állítottak karácsonyfát Kertvárosban. A 24 éves fenyőt rendőri felvezetéssel hozták a Biokon munkatársai a Kispiricsizma dűlőből a Csontvári sétányra. A fenyőfa díszítése szombaton lesz. Erre az alkalomra délelőtt várják a gyerekeket. Ezt az óriás ezüst fenyőt ma reggel vágták ki a Kispiricsizma dűlőben. Egy felajánló jóvoltából kerül most Kertvárosba, a Csontvári sétány parkjába. A talapzat, amibe belehelyezik, csütörtökön készült. A Biokom emberei egésznapos műszakot áldoztak rá. 2 méter mélyen lévő betontömbbe ágyazott vashenger tartja majd a fát. A lakótelep 60 000 fős. Akár külön városként is funkcionálhatna Pécsnek ez a város része. Egy karácsonyfát pedig igazán megérdemel. Ezért tartottam fontosnak, hogy egy teljesen új kezdeményezésként, és mostantól pedig hagyományt teremtve minden évben felállítjuk a kertvárosiaknak a mindenki karácsonyfáját is. Külön köszönöm a Kispiricsizma dűlő egyik udvarának, lakóinak a felajánlását,
hogy 24 év után megváltak a több mint 8 méter magas fenyőfájuktól, azért, hogy részt vegyenek ebben a hagyományteremtésben. A sűrűn lakott kertvárosban csak az elmúlt években kezdett kialakulni a közösségi élet. Csizi Péter országgyűlési képviselő elmondta, mindig arra koncentrált politikus társaival, hogy ne csak a belvárosban legyenek programok, rendezvények. Ezért szervezünk rendre rendezvényeket, bulikat, kertvárosnapot ebben a városrészben is. Például a városnak a nagy kivetítői világbajnokságok és Európa bajnokságok idején már nem csak a belvárosban, hanem ezen a városrészen is felállításra kerül, és folyamatosnak érezzük azt, hogy ahol a legtöbb pécsi él, ott legyen majd a legeslegtöbb közösségi program is. Lépésről lépésre haladunk, viszont azt látom, hogy évről évre, programról programra egyre többen jönnek el ezekre a rendezvényekre, és egyre többen érzik azt, hogy ne csak egymás mellett éljünk, hanem egymással közösen. A fát szombaton délelőtt gyerekekkel, szüleikkel közösen díszítik fel. A díszeket is elkészítik, és a Mikulás is segíti majd munkájukat. Megkezdődhet a Pécsi Tudományegyetem új regionális onkológiai centrumának építése, miután a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT hozzájárult az 1,25 milliárd forintos projekt kivitelezéséhez, adta hírül az MTI. Európai Uniós támogatásnak köszönhetően az onkoterápiás intézetet a régi épület lebontásra ítélt déli szárnyának helyén hozzák létre, az új akadálymentesített épület négyszintes, több mint 3000 négyzetméteres lesz, egy és két ágyas kórtermeket, speciális laborokat, köztük sürgősségi vérlabort, valamint kegyeleti helyiséget is kialakítanak, írták. Az intézet építése várhatóan a jövő év végén fejeződik be. A hazai legnagyobb humanitárius szervezet, a Magyar Vöröskereszt december 5-én és 6-án az egyik legnagyobb hipermarket 118 áruházában várja az adományokat tartós élelmiszer formájában. A téli krízis közelettével a családok mindennapi életét több tényező is nehezíti. A téli tüzelő a fűtési szezon miatt megemelkedett rezsiköltségek mellett sok hátrányos helyzetű családnak jelent gondot, a mindennapi élelem megvásárlása, a napi legalább egyszeri melegétel elkészítése és biztosítása családja számára. Éppen ezért a Magyar Vöröskereszt abban a reményben indítja el adománygyűjtési akcióját, hogy a nagy áruházakban vásárlók támogatásával 40 ezer kilogramm élelmiszert gyűjthet össze, amely 8-10 ezer családnak jelenthet segítséget. Az összegyűlt adományokat a Magyar Vöröskereszt megyei és területi szervezetei juttatják el a legrászorultabbaknak még az ünnepek előtt. A Magyar Vöröskereszt 400 önkéntese szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között várja a vásárlók felajánlásait a hipermarketekben. A fizika megszerettetése a célja annak az országos versenynek, ahol nem feladatokat oldottak meg a tanulók, hanem érdekes kísérleteket kellett bemutatniuk. A versenyt Vermes Miklós Kossuth Díjas fizika tanár emlékére rendezi a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Magyar Tehetséggondozó Társaság Dél-Dunántúli csoportjának tagjai. A kísérletünk neve teherbírás különböző anyagokkal. Az első kísérletünkhez 16 darab tojást fogunk alkalmazni. Egy jó kísérlet látványos, van az elején problémafelvetés, nincs hiba a magyarázatban, és fontos, hogy az is értse, aki eddig nem foglalkozott fizikával. A Vermes Miklós emlékére szervezett versenyen egy-egy kísérletnek szoros időkorlátot szabtak. A kísérlet és magyarázatának időtartama 7 perc. A csapatoknak további 3 perc áll rendelkezésükre, hogy a zsűri kérdéseire válaszoljanak. A mi kísérletünk egy nem newtoni folyadéknak hangszoró membránnal való gerjesztéséről szólt. Igazából a kísérleteknek a nagy része az izgalmas volt, volt egy-két kicsit gyengébb produkció is, illetve az időkeret az ugye elvileg szigorúan van véve, gyakorlatilag nem, és ezért sokaknak nem volt ideje mindent bemutatni, de összességében szerintem mindenki jól érzi magát. A megyei fordulók után pénteken Pécset rendezték az országos döntőjét, a Vermes Miklós Kossuth Díjas fizika tanár tiszteletére meghirdetett versenynek, ahol többek között a Rutherford féle szórási kísérletet 200 dióval és a közönség bevonásával modellezték a fiatalok. Mi a Rutherford féle szórási kísérletet mutattuk be. Hát a tanárnő vetette fel, hogy ezt csinálhatnánk meg. Tetszett is a kísérlet, meg
az elmélete is érdekes. Utána olvastunk interneten, és utána néztünk, és így megcsináltuk. A szakemberek szerint a verseny nem csak a fizika tantárgyat szeretteti meg a fiatalokkal, hanem pályaválasztásuk szempontjából is fontos lehet. Vendégünk a stúdióban Pálfalvi László tanszékvezető, a Természettudományi Kar kísérleti fizika tanszékének vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Országos verseny volt önöknél, túl vagyunk már rajta, mik a tapasztalatok, egyáltalán mit gondol a mai fiatalságról, mennyire értik a fizikát, mennyire foglalkoztatja őket ez a tantárgy? Hát a fizika szerepe a fiatalság körében nagyon változatos. Van, aki nem szeretem tárgyként könyvére, valaki nagyon szereti. Ennek a versenynek pont az volt a célja, hogy megszerettessük a fizikát a gyerekekkel, tehát élményt nyújtson nekik a kísérletezés, ez egy kísérleti verseny, nem olyan, mint egy hagyományos verseny, hogy megkapják a feladatsort, és akkor 8-10 példát nekik meg kell oldani időre, hanem egy ilyen kicsit játszogatós, kicsit ilyen show business jellegű, kicsit megmutatják magukat a közönségnek. Ők gondolom azért pár versenyen már voltak, tehát tapasztaltak. Őket azért nehéz, illetve nem olyan nehéz a fizika bűvkörébe bevonni, mint azokat, akik például kicsit óckodnak ettől, nem? Tehát ők válogatottak voltak, ugye? Tehát válogatott diákok, szelektív. De hangsúlyozom, hogy ilyen típusú verseny sajnos kevés van, de ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom. De hát az látszik, hogy különböző a felkészültség. Tehát valaki nagyon önálló, olyan, mintha ezt régóta csinálta volna, vérébe van, valaki pedig olyan, hogy na, essünk túl rajta, tehát nem egyforma a felkészültség. Vannak akkor adottságok is, amik kellene. Természetesen, és ez tipikusan olyan verseny, ami nem csak szigorúan a szakmai adottságokat vizsgálja, hanem sok-sok kiegészítő emberi tulajdonság, fellépés, előadói készség, közönséggel interakció. Tehát sok minden. Sok minden. Múlik egy-egy tényleg jó fellépésen. Milyen kísérleteket mutattak be a gyerekek, illetve mi a tapasztalat, mi az érdeklődési körük ilyen tekintetben? Milyen irányokba mentek el? Hát mint minden területen itt is vannak divatos dolgok. Hát ketten-hárman is elsütötték a keményítős kísérletek. Az oldott keményítő az egy nagyon érdekes tulajdonságú folyadék, nem olyan típusú, mint a víz, a tej, illetve az alkoholok, hanem talán inkább egy kicsit a mézhez, vagy a becukrosodott mézhez lehet hasonlítani, hogyha kirántjuk a kanalat abból a folyadékból, akkor megkeményedik. Ha viszont óvatosan kevergetjük, akkor pedig olyan, mintha a vízben matatnánk. Tehát ez volt az egyik legnépszerűbb kísérlet. Ez volt a legnépszerűbb, igen. Kicsit érjünk át egy magasabb szintre, egyetemi szintre. Nap mint nap halljuk, hogy kevesen tanulnak tovább reál szakokon. Önöknél mi a helyzet, illetve mit gondol, mivel lehetne több hallgatót csábítani például az ön tanszékére? Hát ez például az egyik módszer, hiszen azokat a tulajdonságokat, amiket egy ilyen versenyen kamatoztat, azt bőven tudja kamatoztatni majd az egyetemen, illetve hát majd a fizikus szakmában. De hát sok minden egyéb, kreatív gondolkodás, problémaoldó képesség, innovatív szemlélet, ezek mind nagyon fontosak, de a hagyományos értelembe vett jó feladatmegoldók, jó példamegoldók és jó fizikusok lesznek. Hiszen a fizikus foglalkozás egy nagyon sokrétű, nagyon szerteágazó tevékenység. És mi a helyzet a tanszékükön? Hogy állnak utánpótlásból, hallgatókból? Hát én azt mondom, hogy némi küzdés azért kell, de hát ez országos, sőt, hát világ méretű probléma, de azért működik. Vannak jók, vannak tehetségesek, vannak diákköröseink, vannak versenyhelyezettek, tehát elégedettek lehetünk. Visszatérve még erre a mai versenyre, hány középiskolás volt, honnan érkeztek ők, illetve milyen jutalmakban részesültek, vagy részesülnek majd? 40-en voltak, körülbelül 7 megyéből érkeztek, ez gyakorlatilag a Dél-Dunántúltól egészen a Tiszántúlig különböző megyékből. Oklevelet kaptak és értékes könyvjutalmakat. És akkor ez azt is jelenti, hogy fizikából otthon kapnak egy ötest a szaktanártól, vagy ez azért nincs benne hát az a versenyben? Minimum. Az a minimum? Én biztos, hogy adnék. És tényleg így összefoglalom, hogy értékeli a mai produkciót? Mennyire elégedett a gyerekek teljesítményével?
Elégedett vagyok, én magam részéről és a bizottság többi tagja nevében is elmondhatom, hogy élveztük. Ahogy a gyerekek szeme csillogott, nekünk is úgy vert a szívünk, és öröm volt látni őket. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és további sikereket kívánok a munkájához. Köszönöm szépen. Tiltott prostitúció miatt vettek őrizetbe egy nőt a Komlói úton. A szolgálatban lévő rendőrök december 4-én csütörtökön 19 óra körüli időben Pécsett a Komlói úton igazoltatták azt a 19 éves nőt, aki az arra közlekedő autósoknak anyagi ellenszolgáltatásért félreérthetetlenül szexuális szolgáltatást kínált. A járőrök a nőt a gyárvárosi rendőrőrse előállították, majd tiltott prostitúció szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt őrizetbe vették. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság továbbra is fokozott figyelmet fordít a tiltott prostitúcióval összefüggő jelenségek visszaszorítására, így a forgalmasabb főútvonalak mentén további fokozott és visszatérő rendőri jelenlétre számíthatnak a szabálytalankodók. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Országgyűlési képviselőknek nyílt iroda. A helyiséget kormányzati pénzből alakították ki. Először állítottak karácsonyfát Kertvárosban. Szombat délelőtt várják a gyerekeket díszítésre. Kísérletekkel versenyeztek a fiatal fizikusok. Vermes Miklós Kossuth Díjas fizikatanárra emlékeztek. Véget ért a Pont Ma, a Pécs TV híradója. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!